Tolna Mezső mindig is jelentős számban vettek részt, fogadtak a versenyeken. Így volt ez most a Tolna Mezső Lovas Napon. A helyi lovas egyesület arra törekszik, hogy tovább vigye a hagyományokat, ugyanakkor például a pályák kialakításánál a nemzetközi trendnek megfelelő nehézségű és technikájú végrehajtás elé állítsák a versenyzőket. A mai napon is látszott, hogy több fiatalabb versenyző is próbálkozott, akár élete első versenyével, akár élete első lovaival, akár új lovakkal, tehát mindenféleképpen jót jelent ez az egész. A viadalon 53 fogat mérte összetudását egy alapvetően inkább technikás, mint gyors pályán. Egy nemzetközi szabályzat szerint kell a pályát építeni, ahol megvannak a szabályok, ugyanúgy, mint a keresztbe is, hogy merre, hová, milyen táblák, meg mik vannak. Na mostan a pályák azok lehetnek technikások, vagy gyors pályák. Na most ezt a kettőt kell ötvözni. Ifjú Virág József, a Tolna Mezsi Lovás Egyesület elnöke azt mondja, az indulók száma és az elért eredmények is azt mutatják, reneszánszát éli a fogadhajtás. Ami különösen jó teszi hozzá, hogy sok hölgy és fiatal versenyző ült fel a bakokra, ami a jövő tekintve bizakodással tölti el a sportág szerelmeseit.